Európai Uniós forrásból mintegy 2 milliárd forint áll a Magyar Kajakkenu Szövetség rendelkezésére arra, hogy az országban közel 100 vízitúrapontot építsen ki. A program a Felső-Tiszán indult, ahol az év végéig 14 bázis készül el. Elsőként csütörtökön Vásárosnaményben adták át a Berek Szíve üdülőközpontban kialakított lapátos pihenőhelyet. Akik ezeket a túrahelyeket válasszák majd, azok pontosan tudják azt, hogy milyen szolgáltatásokat, milyen körülményeket kapnak, és nagyon szerettük volna, hogy ebben fontos legyen a minőség, és az, hogy mindenki jól ki tudjon kapcsolódni, és egyben olyan szolgáltatást kapjon, amibe beletartozik a képzés, az oktatás, a vízen járásnak a megtanulása, hogy így fejezzem ki magam. Vásárosnamény polgármestere kiemelte, mind az idegenforgalom, mind a kajakkenusport profitál majd a felújított vízibázisból. Egy olyan kitörési pontja ez a turizmusnak, a lapátos turizmusnak, a vízen ideérkezőknek, amellyel érezhetően valamennyi településen, így itt Vásárosnamény Gergely-Gornyán is, egy ugyanolyan arculattal találkoznak majd a víz szerelmesei, megtalálják a normálisan megépített vízes blokkokat, a közösségi tereket, a gondnoki épületet, és meg tudnak pihenni, aztán másnap vagy két-három nap múlva tovább evezni majd innen. Egy álom is valóra válik, amely egy visszatérő álom, hiszen nem csak a túrázók, a vízszerelmesei, hanem a kajakkenusok is újra kezdhetik azt, amit valamikor 15-20-30 évvel ezelőtt abba hagytak valamiért. Jelenleg több mint 20 gyerek ismerkedik Vásárosnaményban a sportág alapjaival. Az ő felkészülésüket segíti majd az a sárkányhajó és több kajak, valamint kenu, amelyeket a felújítás keretében vásárolt meg a Naményi Egyesület.